Te hát, hogy kerülsz ide? Te mit csinálsz itt? Te mit csinálsz itt? Hát, hát ez én a fiúkkal vagyok, de te hogy kerülsz ide? Azt az ajtót becsuknál, kérem. Persze. Van valami probléma? Vagy? Vécéget nem takarítok. Figyelj, Fanny, azért ez ennyire nem bonyolult. Van két srác, válasz egyet. Szedd össze a cuccaidat, és gyere le azonnal! Jorgos, készen el a következő menetre is. Jorgos, bírja. Csak én nem bírom. Nekem egy... Elég. Az első úgy is kedvezményes. Mi az, hogy kedvezményes? Hát, mi az, hogy kedvezményes? Jorgos, meg fizetnek a lányok. Nézd meg ezt a testet. Nem mondod, hogy ezért fizetni kell? Ezért fizetni kell, dehogy nem. Szia, Laura, szívecske! Nagyon örültem, hogy újra láttalak. De ezen most mit röhögsz? De most komolyan, miért? Nincsen pasi! Ez sok kaját, mint te fogod megenni? Ja nem, dehogy is, nem, a feleségem. Tudod, mi babát várunk, és hát ilyenkor kívánosabbak a nők. Szóval termés. Hello! Szia! Most hol van már? Feribá! Apa! Menj már utána! Hol van már? Én? Hát apa! Te vagy a vízimentő! Hát de nem fog dolgozni ma is! Többet ne szólj bele a dolgaimba, jó? Őrület! Mi van ezzel? Volt köztetek valami, vagy nem? Semmi nem volt köztünk. Menjünk haza aludni inkább. Figyelj, etes mást a hazugságaiddal. Én leléptem. Márk, de tényleg, Márk, szevasz! Van még kávé? Fiam, ha főztetek és van oda, akkor van. Az enyém. Kösz. Tej. Persze. Jaj, remélem ízlett mindegyikőtöknek a reggeli. Ez a fahéges, ez jó volt. Ki az, aki el fog mosogatni, egy picit rendben tesz itt a dolgokat? Tomi, jelentkezett. Hézzé, tegnap jöttem, meg nem azért, hogy takarítsak. Hát a Tomika, tegnap ugye mondtuk, hogy jó van, lazuljál egy kicsit, azért ma már... Nekem dolgom van. Érted, nézem a légkondi szégeket. Aha, persze, megint a csajodnak kirogatsz, ugye? Dehogy a csajomnak. Tökre örülök, hogy itt van a Tomi. Így legalább nem nekem kell takarítanom, mert hogy ugye eddig én takarítottam. De tényleg most akkor én elmosogatok, meg megcsinálom ezt, de... Jó, Fater, de most mondani akarok valamit, na. Azt álltam ki, most így gondolkodtam, hogy felvettünk ide egy takarítónőt. Még takarítót is. Hát akkor nem volna ilyen. Mert itt van két ilyen gyerekem, és nem tudnak főzni, meg takarítani. Hát de nem azért, hogy én takarítsak, érted? Miért? Ez egy gyerekek, nem is azért vagy itt, hogy csak a gépet nyomogass, hanem azért, hogy csináljunk együtt egy dolgot. Nézzem, figyelj, itt megnézem környéken, vannak tök jó áron, 10-12 ezer forintért. Van két nagy gyerekem, és nem tudnak megfogni egy tányért? Leesik a karikagyűrű az ujjukról, ha elmosogatnak? Nem, vegyünk föl takarítónőt, 12 ezerért. Én még ma elmosogatok, de holnaptól be lesz osztva, és tényleg ti is csináljátok valamit, jó? Kérlek benneteket, mert ennyi erővel föl is ügyettek a vonatra, se. Se. Érted? Figyelj, befejeztétek? Kösz a reggelit. De hogy akkor lehetne egy ilyen castingot csinálni, megnéznénk egy pár ilyen takarítónőt, meg takarítót. Jó, drágám. Férfi is lehet, nem? Csináljunk egy castingot, meglátjuk, én maximum 12 ezer forintot vagyok hajlandó kiadni hetente vagy két hetente, jó? Apa mindenen spórolni akar. Most tényleg egy takarítónőre sajnálja a pénzt, 12 ezer forint. Hát hogy lesz meg így az én fizetésem? Köszönöm. Egészségetekre. Na még persze ezt is. Dorian! Itt vagy? Gyere le azonnal! Gyere le azonnal! Jó napot, Feribá! Hogy tetszik lenni? Apa! Szóval te hogy kerülsz ide? Te mit csinálsz itt? Te mit csinálsz itt? Hát ez én a fiúkkal vagyok, de te hogy kerülsz ide? Baromi egyszerű a történet. Hát annyira nem, mert nem. Hát szóval nem tudom elképzelni. Csak oda Miami hangulatlan, Feribán. Miami, igen, te meg pofa, jó pofáskodjál még egy kicsit. Halló? Az Instagramon. Ott van a posztotok, és mi meg van jelölve. Zoli, te voltál? Én voltam. De mert? Nem tudom, mert sokat... De hogy lehetsz ilyen madár, Zoli? Nem gondoltam, hogy apát csekkolja az én Instagramomat. Tényleg, mióta nézem? Várjál már, apa! De egy jó ideje. De kik ezek a csajok? Kik ezek a csajok, apa? Ennek nagyon nagy csöcse van. Az új feleségemnek a barátnői, de add vissza. A barátnői? Van egy pár. Van egy pár? Azért ez otthon a szeren azért, nincs csak? Csapd össze magad egy kicsit, jó? Egyedül mit keresel? Szóval nem is értem ezt a történetet. Eltűnsz, felveszel a telefont, hívlak, lecsapod. Hát hogy gondolod ezt?
apámnak egyszerűen ezeket a kutatásait nem is értem, állandóan föl van pörögve ezekre, de remélem le fogom tudni nyugtatni. Élem a saját életemet, és ez ennyi. Ezt hát ez egy dolog, hogy éled, de kapd össze magad, és tényleg most már menjünk innen, jó? De hogy nem megyek én sehova, visszamegyek. Figyelj, szedd össze a cuccaidat, és gyere le azonnal. Jó, 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 testi, Kinga, ne légy mérges. Teljesen jogosan mérges rám, Kinga. Megígérem neki, hogy kettesben leszünk, erre én elmegyek bulizni a két hülye haverommal. Most már te is hova készülsz? Figyelj ide, kisereg. Mondd meg a nyucinak, hogy ne legyen annyira mérges rám, jó? Különben jól beleboxolsz a paciába, ha? Úgy látom, valakit már nem olyan mérges rám. Na, figyelj ide, kincsem. Elviszlek randevúzni, jó? Úgy, mint régen is kettesben leszünk, jó? Franc, vagy nem tudok rád haragudni? Elegem van belőle, de tényleg. Annyira hülye ez a Martin. Egyszerűen nem tudok rá 5 percnél tovább haragudni. Pedig megfogadtam, hogy ezt most nem fogja könnyen megúszni. De nem megy. Jó, de most már most elfogad. Oké. Fanny? Szia. Szia. Te mégis mit keresel itt? Nem lehet, hogy meglássanak minket. Ez engem most nem érdekel. Hogy mit keresek itt? Hát hozzá. De te most amúgy követsz engem? Te kukkolsz? Vagy most mi? Ezt nem értem. Te miről beszélsz? Hát itt vársz rá, amikor mennék a parkba. Persze, hogy várok rád. Gondoltam, megbeszéljük a tegnapit. Milyen tegnap? Miért nem, nem mentem el, nem tudtam elmenni. Sajnálom, ne haragudj. Sajnálom, ne haragudj. Ennyi? Jó, hát... Meg egy SMS-t, vagy egy valamit szóljál, böfögj oda, hogy ne haragudj, bocs, nem érek rá, menj a francba. Mert amúgy mindig felvettel a telefon nekem, meg válaszoltál az SMS-ekre, nem? Úgyhogy én most mondtam, ne haragudj, a tegnap tök romantikus volt, ne haragudj, meggyőzött. Igen, úgyhogy vele maradtam este. Gondoltam, ezt nem írom le neked SMS-ben. Lehet, hogy hibát követtem el azzal, hogy nem mentem le hozzá a partra, de hát végül is ő is annyit kérette magát. Márkot meg ugye nem hagyhattam ott. Hát pedig jobb lett volna, hogyha ezt leírod nekem SMS-be. Meg. Normális vagy? Hát én teljesen normális vagyok. Te voltál az, aki itt kéreti magát egy találkozón. El akartam magyarázni mindent. Ha te akkor nem rám, akkor most nem válnánk így. Jézusom, te full vakon vagy? Mit nem értesz az egészen? Én vagyok full Persze. vakon. Kerestelek. Rájöhettél volna már ennyiből, hogy érdekelsz engem. Nem tudom, hogy feltűnt, hogy én lány... Nem, mintha én nem úgy viselkedtem volna, neked nem tűnik fel, hogy mit akarok tőled. Normális vagy! Egy lány keres téged folyamatosan. Nem tűnik fel, hogy ez esetleg jelent valami? Istenem, most... Nem is tudom, mit csinálnék veled. Hát azt én sem. Nem értem magam, szerintem teljesen megőrültem. Tegnap Márk, ma Ben, össze-vissza kusztalám a dolgaimat. Aha, Orgona utca 7, jó, és délután 4 óra. És akkor ahogy megbeszéltük, jó? Oké, köszönöm. Viszont hallásra. Mi van, drágám, átöltöztél? Nem. Te fogsz takarítani ez a takarítószer? Nem azért öltöztem át, mert melegem volt. Viszont gratulálhatsz nekem. Sikerült elintéznem azt, hogy jön ide takarítónő, és abba az árkategóriába, amiben meg... Így? Akkor itt max 12? Igen. Na jó, hát akkor ezt még kibírjuk, csak most már tényleg pénzt is keresünk, ne csak kiadjunk gyerekek. Ha a gyerekeimre bíznám, lenne minden. Klíma minden szobába, takarító, csak épp bevétel nem lenne. Pater, mondtam már, hogy ide rag. Szerintem itt mutogattam meg. Ti vártatok levelet? Itt van egy bélyeg nélküli, azt írja, hogy... Szia, Laura, szívecske!
Nagyon örültem, hogy újra láttalak. Te ezen most mit röhögsz? De most komolyan, miért nincsen pasi? Ez tuti, hogy a Bence volt, ki más lenne. Mi lesz legközelebb? Bemászik a szobámba. Szeretném megköszönni a tegnapi produkciódat, hogy ide vartod a nyakamba ezt a kis fagyjárus Bencét. Mondtam neki, hogy nem kell elmondani egy hollapot. Most mi vagyok, ne veszekedjetek, mert nem vagy örülni, hogy kapsz valakit egy levelet. De nem akarok semmit, és köszi szépen, hogy elintézted. Hát akkor majd leépíted. Hát most... Tudod, többet ne szólj bele a dolgaiba, jó? Őrület. Mi van ezzel? Ki ez a csávon? Én, hát nem tudom, egy fagyit fizetett neki az állomáson, vagy a strandon fagyisztaket, nem tudom, mert mit kell ezen kikészülni? Nem, hogy örülne, hogy egy tök aranyos jófej srác, még talán vendégeket is hoz majd nekünk, érted? Hát most, ha meg nem tetszik, akkor ennyi nagy lány, akkor majd leépíti, nem? Veszem meg át, komolyan. Na, hová telepedjünk le? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Legyen árnyék, és nagyon sütra. É, te, azt nem cipelheted, add le. Majd nem hiszem el. Hát nem nehéz. Majd én viszem. Szóval legyen árnyék, legyen egy kis nap azért. Ez kell azért. Legyen közel a vízhez. Igen. És nézd, ott. Nem, oda biztos nem megyünk, ott hatjuk vannak. Micsoda? Hattyúk. De félsz a hattyúktól? Én nem félek a hattyúktól, de a barátnőmet éjszakai küldözésre megtámadta egy hattyú. Micsoda? Komolyan, esküszöm. De neki rontott. Jó, akkor menjünk úgyhogy egy másik helyre, ahol nincsenek hattyúk. Jaj, király! Na, mi a helyzet, haver? Drága, szia! Jól vagy? Szevasztok! Minden jól értem? Jól vagy? Jól vagy? Jól van nézve ki, mint meg. Ezért, meggyógyul. Illetve ez a rossz. Sápat vagy! Kicsit. Sápat vagy. Minden jó? Ja, tessék. Nem lettél kilépessék elve? Jaj, nem, már ki is békültünk. Igen? Na, ez a lesz. Letelepszünk ide. Nektek mi a terv? Esetleg... Maradunk veletek maradnánk. Ott a egy kis növényt. Akkor itt maradnánk. Igen, itt maradnánk, mert látunk potenciális... Nem baj? Tényleg csöndben vagyunk. Nem, gyertek. Nézzük, gyertek. Az a legnagyobb bajom, hogy nem tudok senkinek se nemet mondani. Nem akarok megbántani senkit, de remélem, hogy Kinga ezt megérti, mert ő az egyetlen, aki igazán ismer. Segítsünk? Ja, nem segítsünk. Nem. Várjál már tegnap, mennyivel vezettél, hogy... Egy egész nap a városban csavarogtunk. Én olyan jól éreztem magam Gézával, meg Fannival, hogy nagyon jó. De jó, igazán örülök. És mi van a szexen? Hát igazság szerint a szex az nem volt. Komolyan? Ez a Géza egy töketlen, komolyan mondom. Jaj, igazán megérdemelít, hogy valakivel boldog legyél. Kivel? Hát ha nem velem, majd mással. Hidd el, te egy jó nő vagy, mazsolázgathatsz bárki közül. Van egy hely, az a neve, hogy Hotel Paradiso, ott van egy bár, feltétlenül el kell menned. De hát én nem akarom megcsalni Gézát, tehát hogy mondhatsz ilyet? Menj el, ismerkedj meg valakivel, és érezd jól magad, megérdemled. Ági vagy, nagyon hülye vagy, csak hitegeti magát. Gézával már teljesen összemelegettünk. Olyan aranyos vagy, Zita, mindig van jó tanácsokkal. Mire valók a barátnők? Igyunk erre. Megfontolom, és lehet, hogy elmegyek. Na, jó? Nagyon helyes. Egészségedre. Egészségedre. Zitának megint igaza van. Géza már egy éve nem feküdt le velem. Ez itt a Balaton, úgyhogy majd csak találok valakit. Apa, váltsunk már egy kicsit, nyugodtabb hangulatú, pozitívabb. Nem tudok, egyszerűen nem tudok, emberek módjára. Olyan egyszerű ez a történet. Itt vagytok lent és lógatjátok a lábatokat. Mit csináltok itt? Apa,
De nem, nem ez, ez baromi egyszerű. Ez az... baromi egyszerű, hogyha az én pénzemet használod. De az a lényeg, apa, hogy 18 Hite. Éves elmúltam, felnőtt ember vagyok. 18 éves elmúltam. Készen állok az egész van, életre, és fel. Már én kreálom a saját kis életemet. Azt hiszed, mert hogy képes felnőtt vagy, de nem vagy felnőtt. Nem, mert már felnőtt vagyok. Igen? Mit tettél le az asztal eddig? Értem én, hogy Feri bá ideges Doriára, de nem kellett volna ennyire ledöngölnie. Látszik, hogy egyáltalán nem ismeri a saját fiát. Hát értem, hány forintot keresnél? Itt, azért igen. Már kerestem egy jó pár forintot. Igen, igen. És mivel? Mit csinálsz? Például elmentünk vízimentőnek, és a fia szerezte nekünk az első munkát. Ami 18 évesen, 18 évesen elég. Tudod, hogy sokáig nem tudtam úszni, amikor szituáció van, baj van, fogom, nekifutok, beugrom a vízbe, mit szeretném el, vagy gyorsúszás mutassam. Bármi, bármi, Dorian, gyorsúszás, mellúszás, minden megy, meg tudom. Szegény hallgató, ne kerüljön a kezed közé, hát én ezt kívánom. Benne, ha most elmennél. Mert? Mert mindjárt jön vissza a Márk, és nem lenne jó, ha itt találna. Igen, a Márk. Mi lenne, ha szakítanál vele? Nézd be, ez nem ilyen egyszerű. Miért nem ilyen egyszerű? Nekem ez idő kell, nekem ez nagyon friss még. És mennyi idő kell? Nem tudom. Bennek igaza van, tényleg ideje választanom, viszont meg kell érteni, hogy ez nem ilyen egyszerű. Vagy Márkkal, vagy vele lezárni ezt a dolgot. Nekem ez idő. Figyelj, Fanni, azért ez ennyire nem bonyolult. Van két srác, válassz egyet. De, ben, jó, oké, igazad van, de nekem, számomra ez még mindig nagyon, nagyon, nagyon kusza. Figyelj, én ezt így nem fogom tudni csinálni. Körülbelül akkor találkozunk csak, amikor veszekszünk, vagy bántjuk egymást, vagy valamelyikünknek baja van a másikkal. Ez így nem jó. Nem, nem, ez így nem jó, de nekem akkor is időre van szükségem. Úgyhogy most légy menj el és hagyj gondolkozni. Ezt akarod? Uh-huh. Szia.